Tovább szigorodnak a dohányosokat korlátozó előírások. Hamarosan már csak kijelölt üzlethelyiségekben vagy kifejezetten dohányboltokban lehet cigarettát vásárolni. A már zöld utat kapott trafiktörvény alaposan átrajzolhatja a cigarettapiacot. Egyáltalán nem tartom jó ötletnek ezt az egészet. Nekünk is fontos az, hogy a forgalom menjen, és hogyha nem vesznek az emberek cigit, mert mivel nem árulhatjuk, ezáltal nem fog bejönni meginni egy sört, vagy akár egy kólát sem. Nem hiszem, hogy ezzel most ezt úgymond a fiataloknak a dohányzását meg tudnák állítani, vagy tisztább lenne a levegő ettől. Nagy mértékben fog csökkenni a cigarettát árusító helyek száma. A tervek szerint 2000 lakosra egyetlen egy dohányterméket forgalmazó üzlet jutna. Nem örülök neki, mert én, mint falusit úgy érint majd ez a dolog, hogy tovább kell majd mennem cigarettát venni, mint eddig, mert ugye nem lesz nálunk bolt, és elég kislakosságú faluban vagyok, és nem tudom, hol kell mennem közebb cigit venni, hogyha szeretnék. És ez miatt nem örülök az egész dolognak. A trafikosok tartanak attól, hogy üzletükben visszaesik a forgalom, csökken a haszon, és így pályázni sem tud majd dohánybolt üzemeltetésére.